Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák fontos feladata, hogy minél több felnőtt számára biztosítsák a szakma, illetve a szakképesítés megszerzésének lehetőségét. A szakmai képzések iránt is jelentős érdeklődés mutatkozott. Több mint 100 főt tesz szert ilyen formán új ismeretekre, de sokan már sikeres vizsgán vannak túl, és folyamatosan indulnak az újabb és újabb képzések, így van ez az első István szakképzőiskolában is. Most októberben számos oktatásunk indul, ilyen például a divatszabó képzés, ami egy helyi vállalkozással együttműködésben valósul meg. Ezeken felül több oktatásra van még lehetőség az iskolában, amire várjuk a jelentkezőket és a csatlakozni vágyókat, ilyen például a gépgyártás technológiai technikus, az épületgépész technikus, a magasépítő technikus, a festő, mázoló, tapétázó, valamint a köműves képzés. Ezekre várjuk a jelentkezőket, és hogy hol lehet jelentkezni, az iskola honlapján megtalálható elérhetőségek bármelyikén, illetve személyesen itt az iskolában. A megújult szakképzési rendszerben két szakma és egy szakképesítés szerzésére ingyenesen van lehetőség, illetve a szakmát tanuló felnőttek most az előképzettségük beszámítása alapján a lehetőségek szerint lerövidített képzési idővel rugalmas munkarenddel tehetnek szert ismeretekre. Az iskola fontos feladata, hogy minél több felnőtt számára biztosítsa a szakma vagy szakképesítés megszerzésének lehetőségét. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több cég él a lehetőséggel, hogy a dolgozóit tovább képezze, és ehhez iskolánkat válassza. A Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban jelenleg összesen 24 féle szakképesítésre jelentkezhetnek az érdeklődők.